Bárcsak pár száz lakós számlál a Kovászna megyei Szent Iván laborfalva, mégis példaértékű a munka, amit a helyi ifjúsági szervezet végez. A SZIA, vagyis a Szent Iván laborfalva ifjúsága elnevezésű egyesület már 12 éve ügyködik azzal a céllal, hogy minőségi tanulási és szórakozási lehetőségeket biztosítson, nem csak a fiatalok számára. Köszönöm szépen! Nagy üdvrivalgás fogadta Pakucs Tamás elnököt a SZIA napokon, melyet hétvégén tartottak meg Szent Iván laborfalván. Én csak azt tudom mondani, hogy örülök, hogy egy ilyen közösségnek lehetek a tagja. A háromnapos programsorozat koncertekkel, sport és kézműves foglalkozásokkal, valamint néptánc találkozóval várta nem csak a helyi közösséget. A Szent Iván laborfalvi fiatalok egyesülete 12 éve alakult, mára nagyon erős szervezetté nőtte ki magát, amely nagyban hozzájárul a fiatalok elvándorlásának megállításához. Voltak, akik igen, elutaztak, de a nagy része általában itthon maradt, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a falu közösségben az események és a falu közösségi programok milyen szinten működnek, hisz az emberek annál inkább vidalmabbak, boldogabbak tudnak lenni szülőfalujukban, hogyha adott hónapokban vagy adott periódusokban valamilyen esemény van, össze tudnak ülni, beszélgetni és társalogni. Az egyesület minden évben számos közösségépítő programot szervez, nem csak a jeles napokon gyűlnek össze, de kulturális találkozókat és kommunikációs esteket is szerveznek. Sokaknak olyan, mintha a csapat a második családjuk lenne. Érzem, mintha a gyerekeim lenne, hisz évről évre fiatalabbak jönnek be, és akkor őket próbáljuk bevezetni ebbe az egyesületi életbe, hogy mivel is jár egy rendezvény megszervezése, mit jelent önkénteskedni, hisz számunkra a legfontosabb ugye az önkénteskedés, a falu közösség, próbálunk odafigyelni gyerekekre, felnőttekre, idős, mindegyik korosztályra. A háromnapos ünnepet egy rekordkísérlet zárta, hagyományos Szent Iván laborfalvi kürtös kalácsot sütöttek meg egy 20 méteres dorongon. Ezzel is céljuk volt felhívni a figyelmet, nem csak a kulturális, de a gasztronómiai hagyományőrzés fontosságára is.